Több fontos döntést hozott meg a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság legutóbbi ülésén. Az egyik a rekreációs központ sorsa és új helyszíne volt. A képviselők úgy látják, az élményfürdő melletti terület erre nem alkalmas, és túlságosan költséges ott kialakítani egy új létesítményt, továbbá fenntartani azt. A bizottság tagjai szerint a régi úszodát kellene átalakítani, méghozzá úgy, hogy ott különböző szolgáltatások is helyet tudjanak kapni, így fenntarthatóvá tud válni. Vita közöttünk a helyszín, illetve a megvalósítás tekintetében van. A mi véleményünk az, hogy a régi úszoda helyszíne megfelelőbb lenne a látogatottság meg egyéb szempontok alapján is, illetve még érzelmi szempontok alapján is a lakosságnak, meg mi egy olyan irányba vinnénk el ezt a beruházást, ami önfenntartó, ne adj Isten még bevételt elmelő tevékenységként is tud vagy üzemelni. A Gazdasági Bizottság döntött arról is, hogy felállít egy közlekedési tanácsot, ahova a Vagyonkezelő Kft., a rendőrség, a Városfejlesztési Hivatal, a Környezetvédelmi és a Városfejlesztési Bizottság delegál egy-egy tagot. Ez a szakmai tím beszéli át a bizottsághoz érkező kérvényeket, és dönti el, hogy indokolt-e azokkal foglalkozni, és ha igen, milyen módon. Folyamatosan érkeznek be különböző igények, gyalogátkelőhely létesítésére, tükör létesítésére, különböző tilosban parkolás helyszínek, amik rendszeresen tilosban parkolnak az emberek. Erre azt a megoldást találtuk, amiben a rendőrkapitány úr is partner volt, hogy felállítunk egy közlekedési tanácsot. A bizottság további két határozatot hozott arról, hogy az önkormányzati cégek pénzügyi és informatikai ügyeit egy cég, méghozzá az átalakított turisztikai Kft. Fogja jövőben intézni. Így Bomba Gábor szerint több millió forintot is megtakarítanak éves szinten, továbbá átláthatóbb lesz a cégek működése, és gyorsabb reagálásra ad módot, ha egységes rendszerbe dolgozzák fel az adatokat. A bizottság tagjai az ülésen meghallgatták az új szekszádi rendőrkapitányt. Marcsek Sándor elmondta, elkezdték felmérni a város góc pontjait is, ahol fokozottabb jelenlét szükséges a hatóság részéről. A tervei között szerepel továbbá a rendőrség közterületfelügyelettel való szorosabb együttműködésének kialakítása. Úgy véli, ezekkel a lépésekkel fokozni lehet a közbiztonságot Szekszádon. Biztonságban érzik-e magukat?